A második helyen álló Hódmezővásárhely otthonában az első negyed derekán még vezettek a vendégek, de 10 perc után már a hazaiak álltak jobban 4 ponttal. A második negyedben újabb 3 pontot tett hozzá előnyéhez a vendéglátó, így a nagyszünetben még nyílt volt a mérkőzés. Fordulás után nőni kezdett a két csapat közötti különbség, a Hódmezővásárhely fokozatosan ellépett a cápáktól, akik végül 15 pontos vereséggel zárták az év utolsó meccsét. Győzni szerettünk volna, bár úgy látom, hogy még egy picit nagy feladat volt ez a mi fiatal csapatunknak. A Hódmezővásárhely ugye rutinosabb és idősebb játékosokkal áll föl. Ennek ellenére én úgy gondoltam, hogy a fiatal hév az majd ne fogja tudni ezt győzni, de sajnos egy picit megriadtak a játékosaink, és így az első pillanattól kezdve a Hódmezővásárhely vezetett. Próbáltunk fölkapaszkodni, néha közelebb jöttünk, de a végére kialakult az a különbség, amivel végül is tudtak győzni. Egy picit én szervezettebb és fegyelmezettebb játékot várnék a csapattól, illetve örülnék neki, hogyha a tét az nem nyomná ennyire őket, hanem a tét egy picit pozitív irányba lendülne el, vagy lendítené el a csapat teljesítményét. A szakmai igazgató hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy újabb támogató állt a csapat mellé. Azért választottuk a Nyíregyházi Blue Sharksot, mert szeretünk volna egy transzparensen működő, átlátható gazdasági háttér rendelkező szervezetet találni. Én úgy gondolom, erre Sitko Ernő személye garanciát jelent, illetve fontos volt még számunkra, hogy mindenképpen nyíregyházi bázis, a nyíregyházi fiatalok, a nyíregyházi játékosokra támaszkodjon a csapat. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Miskolc vezeti 8 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen tölti a téli szünetet. A két ünnep között Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel az U18-as válogatottal edzőtáborozik, de az itthon maradók sem tétlenkednek majd. Karácsony után szilveszterig természetesen edzeni fogunk, egy picit átnézzük azokat a részeket, amikkel kevesebbet tudunk foglalkozni az év folyamán, és utána január másodikán folytatjuk az edzéseket, és próbálunk a 10. első mérkőzésre felkészülni, hiszen nagyon fontos, hogy meg tudjuk nyerni azt a találkozót. A Nyíregyháza Blue Sharks január 10-én a Nagykőröst fogadja, majd január 16-áig még le kell játszani a csapatnak a Hódmezővásárhely elleni hazai HEP Kupa negyeddöntőt.